el se hiszem, hogy az utolsó nagy részhez értünk, hogy kommunikáld jól az én márkádat. Ha követed a napi vlogot, vagy esetleg te már meg is vetted a könyvemet, akkor a saját életed vezetőjévé válhattál eddigre, megtanultad a hogyant, azokat a produktivitási trükköket, és a könyvnek pontosan ez a harmadik része, a nagy része, az arról szól, hogy hogyan prezentáld ezt a külvilág felé, hogyan tudod kialakítani a megfelelő kapcsolatokat, úgyhogy ma erről fogunk beszélgetni. Ehhez a kommunikációd és a kapcsolatod menedzselése szükséges. Ugyanis, hogyha nincs jó kommunikációd, akkor sokkal nehezebb lesz sikeresen kiépíteni a megfelelő kapcsolatokat. Pontosan ezért fontos, hogy támogató közegünk legyen. Na most ezt egyáltalán nem olyan nehéz kiépíteni, mint hinnénk, sőt, azok a kapcsolatok, amiknek helye van az életünkben, amik úgy működnek, azokért nem kell ilyen izzadságszagúan tenni és dolgozni, hanem hogyha egy megfelelő kommunikációnk van, és odafigyelünk arra, hogy kiépítsük ezeket a kapcsolatokat, kiépítsük a networkünket, akkor ezek szinte maguktól fognak jönni. Sziasztok! Hogyha még nem találkoztunk, engem Szántó Péternek hívnak, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis megjelent egy könyvem a HVG könyvek kiadásába, itt elmosva látható a háttérben is, az a cím, hogy Válj valóra, én már a hatékonyságnövelés és lifehackek, most ennek tartunk a könyvek három nagy részéből, ahogy az előbb mondtam, az utolsóba, és gondoltam, hogy úgyis ilyen kis esős, szürkés időnk van, úgyhogy miért ne üljünk le így, és így beszélgessünk, amúgy sokkal mozgalmasabbak szoktak lenni a napi vlogok, de gondoltam, hogy így egy az egybe teljesen jó, hogy beszélgessünk egyet, úgyhogy jöjjön az intro. Stílus az, hogyha tudjuk, kik vagyunk, mit szeretnénk mondani, és ez az egész pont nem érdekel. Orson Welles. Minden vlogban szoktam egy ilyen gondolatébresztő idézettel kezdeni, ez az, amit most hallhattál. Ez egy fokkal rendhagyóbb, mint az átlagos napi vlogok, ugyanis a nagy részek bevezetőjeként mindig szoktam igazából egyből gyakorlati tippeket adni, és most is fogok négy olyan gyakorlati tippet mondani, amivel egyből jobban tudod kezelni a kifele lévő kommunikációdat, és egyel hatékonyabban tudod a kapcsolataidat is kiépíteni. Az első tipp az az, hogy teremts, próbálj meg legalábbis, alakíts úgy a helyzetet, hogy egyből egy ilyen közvetlen kontaktot, kapcsolatot tudjál teremteni azzal, akivel beszélgetsz, vagy éppen megismerkedsz. Ezt hogyan tudod megtenni? Kezdésnek mosolyogj sokkal többet, de olyan szinten, hogy akár amikor magadra nézel a tükörben, akkor mosolyogj ott, mosolyogj idegenekre, a metrón, emberekre, mindenféle helyzetben, és ezt az egészet tedd úgy, hogy laza vagy, sugároz, pozitív, legyen pozitív kisugárzásod. Ezzel pedig eljutunk a második egyből használható tipphez, ami az, hogy kérdezz többet. Nem kell mindig, hogy te beszéljél, sőt, minél jobban és érdeklődőbben tudod beszéltetni a másik felet, annál nagyobb esélyed van arra, hogy emlékezzen rád, és egy pozitív első benyomást tudjál tenni. Ehhez lehet használni amúgy az asszertív hallgatást, ami azt jelenti, hogy úgy irányítod az egész beszélgetést, úgy teszel fel kérdéseket, hogy közben aktívan figyelsz rá, és őszintén érdeklődő vagy, de nem egy ilyen, hogy na, és mivel foglalkozol, hanem belekérdezel, olyan kis nyomógombokat keresel meg, amikbe bele tudsz kérdezni, és tényleg látod a másikon, hogy lelkesen, élvezettel van benne ebben az adott beszélgetésben, és oszd meg magáról információkat, gondolatokat. Szóval vezesd a beszélgetést, és ez amúgy a harmadik tipp, látod, így egyre jobban épül rá, hogy igenis legyél olyan a másik szemében, vagy úgy tűnjél ki a másik szemében, hogy te igazából érdeklődsz iránta. Mindezt úgy tudod megtenni, hogy te tudod, hogy miért akarsz a másik emberrel beszélgetni, mi a célod. Lehet, hogy csak egy kötetlen élvezetes beszélgetést szeretnél, lehet, hogy üzleti célod van, vagy ismerkedni szeretnél, vagy más valakinek szeretnéd bemutatni, de sokkal jobban tudod akkor vezetni a beszélgetést, hogyha magadban belül megfogalmazol egy kvázi célt, vagy egy elvárt kimenetelt, hogy éppen most mi zajlik.
igazából kézben tarthatod úgy is a beszélgetést, hogyha átadod a partnernek a vezetést, és úgy érzi, hogy ő vezeti a beszélgetést, de mégis azért te ilyen kis bábú mozgatóként te vagy az, aki ezt az egészet vezeted. Ha meg egy olyan beszélgetésbe csöppentél, amit nem élvezel, ami úgy érzed, hogy semmilyen szinten nem ad értéket, vagy nem a célodhoz vezet, ahogy az előbb megbeszéltük, akkor nyugodtan zárd le. Köszönd meg, mondd azt, hogy neked valakit vissza kell hívnod, vagy láttál valakit, semmi gond nincs ezzel, abba lehet hagyni. Erre egy prótip, hogyha már mondjuk nem az ilyen első beszélgetésekben vagytok, érdemes, és főleg erre ez a covidos időszak, ha valamire jó volt, ha az emberek rászoktak arra, hogy konfkolloznak, telefonoznak, nyugodtan próbáld meg, amikor még nem tudod, hogy mennyit vehetsz ki egy adott dologból, vagy mennyi időt szánj rá. Figyelj, elsőnek legyen egy hívás. Telefonozzunk egyet, beszéljünk, aztán majd meglátjuk, hogy onnan hova megyünk tovább. Így tisztelem a te idődet is, az én időmet is, és nyilván, amíg ez a helyzet fennáll, akkor tudod mondani, hogy nyilván jobb is ez a social distancing dolog. Értelmezd a keretet. Amit most elmondok, hogy ha csak ezt használod, akkor már nyert ügyed van. A könyvben részletesebben írok róla, de a lényeg, hogy tudnod kell a könyvben részletesebben írok erről, hogy mik is a keretek, de hogy ezeket mindig meg kell találni, értelmezni. Mondok egy egyszerű példát, ott van a rendőrkeret. Ha megállít a rendőr, egyértelműen neki van egy autoritása, ő irányít, és te azt csinálod, amit ő mond, mert különben ki tudja, mi történik az egészben, nem állsz neki poénkodni, vagy nem tudom, mondjuk egy időkeretet, hogy jaj, biztos úr, gyorsan csinálja, mert nekem mennem kell. Tehát mondjuk erre pont van egy ilyen poén, hogy vezet a szőke nő, gyorsan hajt, megállítja a rendőr, és akkor azt mondja neki a rendőr, hogy hát egész nap vártam magára. Mire a hölgy válaszol? Biztos úr, siettem, ahogy csak tudtam. Na, tehát nem akarjuk a valóságba, hogy egy autoritás keretre így reagáljunk, de mondhatok egy másik példát is, ami mondjuk tárgyalásokon van, amikor úgy érzed, hogy mondjuk valaki késve jön egy megbeszélésre, vagy elmondja, hogy bocs, figyelj, nagyon sok dolgom van, erről kell beszélnem, sőt, rohanok is tovább erre egy következő megbeszélésre, úgyhogy sajnos csak 15 percünk van. Ez egyértelműen egy ilyen fontossági keret, hogy ő a fontosabb, neki van sok dolga, te meg örüljél, hogy egyáltalán 15 percet szán rád. Erre nagyon jó az, hogyha visszatükrözöd neki ezt a fontossági keretet, és azt mondod, hogy jaj, semmi gond, én is egy nagyon rövid meetingre készültem, igazából nekem is 10 percem van, mert már nagyon el kell mennem a következőre, sőt, hívtak is közbe, úgyhogy beszéljük meg ezt 10 perc alatt, aztán mindenki haladhat a dolgára. A keretezésről amúgy van egy tréningem, ezt a like gomb alatt a leírásban megtalálod, illetve ajánlok egy könyvet, Oren Clough, Pitch Anything, zseniálisan leírja az egészet. Ez volt a 4 tipp, most menjünk át a negatív oldalra. Beszéljünk a kapcsolatépítés, kommunikációnak az akadályairól, és nyilván azt is, hogy ezeket az akadályokat hogyan tudjuk lebontani, áthidalni ezeket a dolgokat, azt is át fogjuk beszélni. Az első, hogy mi van, hogyha nincs kellő önismereted, önbizalmad? Csak akkor lesznek stabil kapcsolataid, hogyha a saját belső értékrendeddel és motivációddal önazonosan alakítod ki az én márkádat. Itt olyanokra gondolok, hogy mit tesz téged boldoggá? Próbáld ki magad új helyzetekben, ugye erre mondják azt, hogy lépjél ki a komfortzónából. Kvázi ismerd meg önmagad, amennyire csak lehet, és próbálj ki ezáltal új dolgokat és új oldalaidat is, ami eddig lehet, hogy fel sem merült benned. Következő dolog, hogyha stressz, félelem, vagy valamilyen düh, egy ilyen erős indulat van benned, ezt valahogy orvosolni kell, és le kell küzdeni, ugyanis, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor sokkal nehezebben tudunk ráhangolódni a másikra, és sokkal nehezebben értjük meg a körülöttünk lévő világot, hiszen a bennünk lévő ilyen vívódás, és felhők, villámok, szó szerint beszürkítik a gondolkodásmódunkat, a figyelmünket, ahelyett, hogy a másikra és a körülöttünk lévő dolgokra tudnánk fókuszálni. Vegyél egy mély levegőt, aludj rá egyet, alakíts ki olyan szokásokat, erről rengeteget írok a könyvben, amivel ki tudod azt fejezni, hogy egy ilyen flow állapotban vagy, és magadban is rendben vagy ezzel az egész dologgal. Tehát próbálj meg flowba kerülni, erről van is egy vlog, nézd meg!
most esetleg, talán ugye fel is tűnik, hogy az új gépet, az AETS-3-at használom, és amúgy a 2470 van rajta, ami 2.8-as fényerő max, és most esett le, hogy most a 2414 GM van, és hogy 2.8-on volt a blende, úgyhogy most ráraktam 1.4-re. Érzel változást? Milyen így az elmosott háttér? Na visszatérve, azt meg ne felejtsd el, hogy senki nem nyert azzal vitát, hogy csak azt hallotta meg, amit ő akarta meg, hogy a saját hangját hallatja. Ugye van az a mondás, hogy nem az a lényeg, hogy elmondjuk azt, amit mi akarunk, hanem hogy elérjük, hogy a másik úgy cselekedjen, ahogy mi szeretnénk. Na beszéljünk egy kicsit a testbeszédről, pontosabban arról, hogy mi van, hogyha nem megfelelő a testbeszéded. Ennek sokkal jelentősebb szerepe van, mint gondolnád. Úgyhogy figyeld meg, miközben beszélgetsz valakivel, hogy kerüli-e a szemkontaktust, vagy rád figyel-e, máshova nézeget, ütöget egy tollat, játszik-e valamivel, össze-vissza nézeget, hogy nyitott-e, befogadó-e arra, amit te mondasz neki. És ezek alapján, az impulzusok alapján döntsd el, hogy te hogy alakítod a kommunikációdat. Hát ez a vlog, ez a kis itthoni beszélgetős vlog ennyi volt. Hogyha itt vagy, végignézted, és most találkoztunk először, és persze, hogyha tetszett a tartalom, akkor nyomj a feliratkozás gombra, és mellette a csengőre is, hogy ne maradjál le semmiről. Valamint a like gomb alatt ott van, ugye a könyvemet meg lehet venni, vajbalora.hu, dedikálom, így a legolcsóbb hozzájutni Budapesten, még össze is futhatunk. Van egy exkluzív akcióm, hogy egy kávé keretében is odaadom, amúgy nagyon szívesen. Ehhez tartoznak online képzések, mind az én márkához, mind pedig ahhoz, hogy hogyan lehetsz produktívabb, kvázi a könyvnek egy-egy részéhez. Ezt ingyen ki lehet próbálni, de hogyha meg befizetsz, mélybízbe ugrasz, akkor sem veszed semmit, mert van egy garancia, hogyha nem vagy megelégedve, visszafizetem a pénzt. Mindenféleképpen iratkozz fel, mert ugyanis holnap jövök azzal, hogy a kapcsolatainkat hogyan építhetjük. Köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, remélem még találkozunk. Szia, sziasztok!